Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és akkor folytassuk Lara Croft kalandjaival, méghozzá a Sion szentélye, az a Sanctuary of the Sion-nak a nevezetű pályán, a csak kinyögöm, ahol is, amikor bejövünk, szépen becsukodik az ajtó, és akkor elkezdődik a pálya, méghozzá azzal kezdjük, hogy fölveszük ezt a kis tölténycsomagot, aztán átmenjünk a másik sarokba, ahol lesz szintén egy ugyanilyen pak. Na most tényleg erre nagy szükségünk lesz, mert itt lesznek nagyon csúnya múmiák. Viszont előtte megmutatok valamit. Látjátok, visszamegyünk. Van itt egy ilyen rács, és mellette van egy ilyen Scarabeus-t ábrázoló zár. Ennél a rácsnál, na most oda megyünk a másik rácshoz, a terem másik végében. És tarám, ez a Scarabeus kell oda. Csak ahhoz, hogy ezt a Scarabeus-t megszerezzük, ahhoz ezt a rácsot föl kell emelnünk, illetve át kell mennünk valahogy a másik oldalra. Úgyhogy most a célunk az lesz, hogy ezt valahogy véghez vigyük. Elővesszük szépen a magnumot. Most már itt tényleg szükséges lesz. Őszerünk van hozzá elég. És lelőjük ezt a ronda múmiát, ami jön. Meg aztán másikat is majd. Úgy. Na gyere! Ez az! Hát ezt gyorsan végigvittük, ezen nem volt probléma. Úgyhogy most már föl tudunk szépen menni itt a lépcsőn. Egész addig, amíg be nem jutunk, eddig a teremig, és ebbe a terembe, ebbe a kis szobácskába. Fölveszük a kis lőszert. Gyűjtögessük szorgalmasan, mert itt tényleg nagyon szükségük lesz rá. Sok ilyen lény lesz itt még egyébként. Na most mászunk itt szépen föl, és mászunk ki ezen a lukon. Hopp! Ugrás, kapaszkodás. Jó. Na most kiértünk egy ilyen nagy szoborhoz, mindjárt megmutatom, hogy mi lesz ez. De először is lecsúszunk itt szépen. És felveszük ezt a kis csomagot is. Na, gyerünk, így. És lelőjük ezt a rohadt múmiát, ami megint csak itt van. Már itt van. Ezek egyébként most már lőnek is, tehát dobálnak rám valamit. Ennek már nem sok esélye volt dobálni. De se baj. Na, mindjárt fölmászok ide, és megmutatom, milyen fejnek a nyakán mászunk ki tulajdonképpen. Itt szépen fölkapaszkodunk, és megmutatom, hogy hon vagyok én most. Egy ilyen hatalmas nagy szfinxnek a fején másztunk ki, ott a nyakán valahol. Na! Akkor most szépen ugrálgassunk. A célunk először is, hogy megszerezzünk, vagyis meghúzunk két kart, ami két ajtót nyitnak meg nekünk, ami mögött lesz egy-egy olyan erekje, ami kell majd a fáraó fejéhez. Szépen fölugrálgatunk ezeken az oszlopokon. Így, ügyesen, szépen. Megfordulunk és átugrunk szépen oda, szintén neki futásból. Jó! Na most már jobban látszik, milyen nagy szfinx van itt. Jó! Így szépen fölmászunk. Itt mehetünk egyenesen is, de nem megyünk, hanem átugrunk oda. Majd megmutatom, hogy a végén, hogy miért így csináltuk. Szépen átugrunk ide. Majd átugrunk ide. Ide! És fölveszük ezt a nagy segélycsomagot. Most megfordulunk, és visszamegyünk meghúzni azt a kart. Amúgy azért idejöttem előbb, mert a kar meghúzása után jön egy ilyen nagy szárnyas teremtmény, és sokkal nehezebb lenne úgy fölvenni, hogy még közben vele is harcolunk. Úgyhogy ajtó szépen kinyílik, megfordulunk, visszaugrunk oda, és megmutatom, hogy miért nem arra jöttem eredetileg. Azért, mert van itt egy ilyen csapóajtószerűség, ilyen jó fogas, és ezt nem akartam még kerülgetni. Úgyhogy, és már jön a szárnyas teremtmény, amit mondtam. Na, ez az, gyere. Szépen. Úgy. Sokáig nem bírt a szerencsére. Na most, innen szépen átugrunk arra a kockára. Átugorhatunk a nyúlványra is, de így sokkal egyszerűen megúszuk. Úgy. Na és most itt lekapaszkodhatnánk végig, de inkább azt csinálom, hogy ide ugrok. Innen átugrunk a kőtöm fölött, úgy, és leesünk ide. Így legalább lejtőre érkeztünk, és kapaszkodás nélkül, meg mászogatás nélkül sokkal gyorsabban leérkeztünk. Na, egyik ajtó ki van nyílva, oda majd be fogunk menni. Hopp, véletlenül megfordultam. Oda majd be fogunk menni, de először elmegyünk a másik karhoz, és meghúzzuk azt is, hogy mind a két ajtónk nyitva legyen. Szépen fölmászunk itt. Majd itt. Hátraszaltó, előreugrás, megkapaszkodás, így van. És fölveszük ezt a magnumhoz való lőszert, ami itt található. Mert ez kell, ugye?
és megfordulunk. És visszamegyünk. Méghozzá itt fogunk fölmászni, így. Ide szépen átugrunk oldalra, jó? Majd innen ide. Úgy, meg is van. És innen itt fogunk fölmászni szépen, és erre fogunk tovább menni. Jó. Ez meg is van. Innen ide, ide, és ide. Tökéletes. Na most már csak annyi dolgunk, hogy szépen ezt a kart, mert be tudnék állni jól, meghúzzuk. Ajtó kinyílik, és meg is fordulunk, mert jön hamarosan ismét egy szörny, egy ilyen repülőteremtmény. Úgyhogy miután lelőjük, csak azután fogunk tovább haladni. Remélem nem kell vele sokat szarakodni. Szevasz! Jó. Na, akkor most oda kell átugranunk a shotgun lőszerhez. Csak azt egy kicsit cselesen kell, mert így. Picikét rosszul kanyarodunk, akkor már leesünk, úgyhogy óvatosan kell. Na most oda kell átugrani szembe. Úgy. Ni. Jó, és akkor is itt ismét vár bennünket egy ilyen lőszer. Na, ne szaladj arra tovább, mert nem jó az nekem. Jó. Megordulunk. És akkor átugrunk szépen oda. Hát ez elég nagy távolság, szóval inkább nekifutásból. Jó, és akkor most kell, oda átjutunk, ott van az ajtó egyébként, szembe. És most kell oda átugranunk, szintén nekifutásból. Úgy, meg is van. Karcolás nélkül megúsztuk a kalandot, úgyhogy most meg is érkezünk mindjárt az ajtóhoz. Jó. Na itt szépen fölmászunk. Egy ugrás a sugár. És akkor átugrunk szépen ide. Úgy. Egyébként elmondom, hogy ez már az utolsó egyiptomi pálya. Ezek után más pályák jönnek majd, szóval Egyiptomtól ezzel a pályával fogunk elbúcsúzni. Na most egyenlő itt vagyunk ennél a teremnél, ahol van itt egy nagy kocka, amit szépen el kell tolnunk azért, hogy fel tudjunk majd mászni az e fölött található kis helyiségbe, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezzem. De mindjárt meglátjátok. Gyerünk, Lara! Ügyesen, oda szépen fölugrunk, nem ugrunk túl, és ide szépen fölmászunk. Na, megérkeztünk az első ilyen kis erekénkhez, amit őriz egy ilyen lovas, akármicsoda. Ami egyébként erősebb, mint ezek a repülő kis lények. Ráadásul sokkal erősebben is tud lőni. Mondjuk a többinek, az ilyen szárnyasoknak nem nagyon volt idejük lőni, úgyhogy... Na de gyere már! Nyihog össze-vissza! Na. Jó, most már lassan csak megpurcan. Ez az most elég sokat kapott. Na, 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 és ennyi! Felrobbant. Megérkeztünk az első erekéhez, ami majd kell a fáraó fejébe, méghozzá egy ilyen Ankh jelhez, vagy Ankh kis amulethez. Úgyhogy az egyik már a kettőből megvan. Fölveszek ezt a kis csomagot, és majd visszamegyünk a nagy barlangba. Úgyhogy itt szépen lemászogatunk. Majd elmegyünk jobbra. Ugye ott másztunk ki. Szépen itt jövünk és lecsúszunk. Vár bennünket itt egy nagy segélycsomag. És akkor magnum elő. És akkor lőjük le ezt a szerencsétlent. Hopp, hopp, ahogy elő. Hova tűnt? Megöltem volna? Azt kizártam, hogy leesett volna. Na mindegy. Szerintem nem esett le. Lecsúszunk. Úgyni. Ja, nincs itt. Jó van akkor. Bejövünk ide, és akkor itt szépen megfordulunk. Lecsúszunk. Megkapaszkodunk, és végig megyünk itt a peremen. Jó. Na akkor van itt megint egy előszer. Ezt megint csak vegyük fel. És másztunk tovább itt. És sajnos nem tudok helyből átugrani oda, mert túl magasan van a szemközti perem. Úgyhogy kénytelenek vagyunk így szépen végigkapaszkodni. Úgyni, na! Itt van egy ilyen víz.
Úgyhogy most lemegyünk a vízbe, mert a vízben van nekünk egy kulcs, ami le van esve, és le van süllyedve itt az aljára. Ez a kulcs kell majd ahhoz, hogy ki tudjuk a fejünk fölött található ajtót nyitni, úgyhogy elmegyünk szépen most az ajtóig. Na itt már tudunk helyből ugrani. Úgyni, és szépen felmászunk itt. Jó, na most van az, hogy itt van egy ilyen lejtő, amin ha a legvégén elkapaszkodunk, akkor át tudunk arra a szemközti hídra ugrani. Egyébként meg beleesünk a vízbe és kezdhetjük az egészet előről. Úgyhogy lalakor csúszás, nagyugrás és megvannak széle. Jó van. Sikerült. Van itt jobbra egy kulcsuk. És felhasználjuk az előbb megszerzett gold key-t, ami ugye ott volt lenne a víz alján. És kinyitjuk vele a híd túloldalán lévő ajtót. Ami itt van. És itt megint lesz egy ilyen lovas őr, aki vigyáz a következő ank amulettünkre. Amúgy elég erőseket tudnak lőni, ilyen tűzgolyókat dobálnak, meg lőnek ki. Úgyhogy ezeket célszerű meg kikerülni, de már dobálja, csak most bebagolt, és nem oda lő, ahol én vagyok, hanem eltalálja az ajtót, meg azt a falat, ami ott van. Hát sokáig nem bírta. Úgyhogy bemegyünk szépen. És nem zavartatva magunkat semmitől, fölvesszük ezt a kis ank keresztet, vagy ank amulettet, meg azt a első segélycsomagot. Úgy, és szépen kimegyünk a teremből. Itt már nincs semmi keresni valónk, itt szépen kiesünk bele a vízbe. Úgyni. Majd szépen kimászunk itt. Úgy. Megint csak felkapaszkodunk és visszamegyünk most egészen a Sphinxig. Ahol már csak egyetlen dolgunk lesz, visszatenni, vagy se betenni az amuletteket a fejébe. Szépen leesgetünk, eddig a pontig, majd ott átugrunk. Itt már nem tudunk fölmászni, mert ugye lejt. De ha ide beugrunk, akkor ki tudunk mászni. Na tehát akkor most elmegyünk szépen, és akkor a Sphinxnek a fejébe beletesszük ezeket a megszerzett kis ank amuletteket. Méghozzá úgy, hogy megkerüljük az egész Sphinxet, mert sajnos másképp nem lehet. Viszont előtte lesz egy kis dolgunk a lába között. Nem kell félreérteni, de tényleg. Úgyni. Egyébként íme, itt van az ajtó, ami ki fog majd nyílni. De most először fölveszük ezt a kis töltényt a Magnumhoz. Jó, és már is megyünk tovább. Most szépen föl kell tényleg mászni a Sphinxnek a fejéhez, hogy az az ajtó kinyíljon. Úgyni. Itt is fölkapaszkodunk. Akkor itt is fölkapaszkodunk szépen. Na meg itt is. És van itt egy ilyen törmelék, ilyen rom. Ami föl kell futnunk, de nem el mellette, hanem föl kell futnunk. Majd át kell ugranunk. Oda! Na hát persze, hogy elsőre nem jön össze, se baj. Megpróbáljuk ismét. Na akkor most így, módszeresen. Ez érdekes. Azt kell mondjam. Így sem nagyon akar összejönni. Jó, hát akkor majd most mindjárt megint. Na most összejött, jól van. Akkor továbbászunk szépen itt. És ide följutottunk a Sphinxnek ehhez a fejpántjához, vagy DC-hez, ahova kell az egyik ank. Így van, az ajtó még be van csukódva, nem probléma, mindjárt megoldjuk, hogy ki legyen nyitva, méghozzá azzal, hogy itt leesünk. És belehelyezzük ide is ezt a második ankot. És... tarám, ajtó kinyílik. Jól van. Egyébként ezzel még csak a pálya egyik fele lesz kész. Hogy oda behelyeztük az ankokat. Itt szépen lecsúszunk. Megkapaszkodunk és leesünk. Na, így sérülés nélkül megúsztuk. Na most visszamegyünk a Sphinx lába közé. Méghozzá úgy, hogy itt leesünk. Ez egy picit fájni fog talán. Hát egy picikét. De nem baj, mert gyorsabb így. Jó. És akkor itt szépen leesünk ezen a lukon, bele a vízbe. Patty.
Na most látunk két ilyen nagy szobrot a víz alatt, ami el van árasztva, ugye ilyen vízzel. Van itt két ilyen cucc, amit vegyünk föl, ez Uzihoz való lőszer, ez még nem annyira kell nekünk, de majd fog kelleni. Arra kérlek szépen, vedd föl. Jó? Én nem veszi föl. Hát érdekes gyerekek, tovább úszik, pedig nem nyomom. Tovább. Jó, ez megvan. Átmenjünk szépen ide is. Fölveszük ezt a kis lőszert, ez ugye a shotgunhoz kell. Újni. Majd visszamegyünk föl, fölmegyünk levegőért, mert lehet, hogy nem lesz elég. Jó, megvárjuk, míg a HP csípünk fölmegy, vagy a levegő csípünk fölmegy. És visszamegyünk a jobb oldali szoborhoz, egész alulra. Ahol egyetlen dolgunk lesz, majd mindjárt meglátjátok. Meghúzni ezt a kart. Úgyni. Ahogy ezt meghúzzuk, megindul a víznek a sodrása, leereszkedik a víz abból az iménti szoborteremből, tehát kicsit alacsonyabb lesz. Mit kóvájgok? Így, és akkor így már hozzá fogunk tudni majd egy férni egy másik ilyen karhoz, amit szintén majd meg kell húznunk, ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. De egyelőre annyi dolgunk van, hogy szépen itt átkapaszkodjunk. Úgyni. Majd átugorjunk oda szemközt, mármint oda szemközt, úgyni. Méghozzá nekifutásból, megkapaszkodva a végén. Úgy, úgy. Na, hogy szépen itt végigfutunk, és kiérkezünk a jobboldali szobornak a fejére, ahol vár bennünket egy csúnya lény, ott repült. Csúszunk le, és számítsuk arra, hogy meg fog érkezni, de most nem fog vele foglalkozni, hanem leugrok ide. Lehátrálok itt, kicsit gyorsítunk a tempón. Úgy szépen lecsúszunk. Itt is leesünk, picit megsebesültünk, de se baj. Szépen végigugrálgatunk. Hopp, vízbe esünk, se baj, kimászunk a szobornál. Méghozzá ittni. És itt van a kar. Ezt ugye eddig nem tudtuk volna meghúzni, mert el volt árasztva a terem. De most már meg tudjuk nyitni, vagy ki tudjuk nyitni, és kinyitjuk vele az ajtót. Ezzel a szárnyas lényel nem törődünk, teljesen fölösleges. Visszamegyünk a Sphinxhez. Ide a bal oldalihoz. Szépen beúszunk az ajtón, amit az előbb kinyitottunk. Itt nem tudom, van-e valamilyen cucc, esetleg eldugva, de nincs, úgyhogy akkor szépen kimászunk. Ígyni. És akkor egy hosszú csigalépcsős mászkálás következik fölfelé. Egyébként elég érdekes helyre fogunk jutni, majd meglátjátok. Én legalábbis nagyon meglepődtem, mikor megláttam, hogy mi van ott. Hopp, itt van egy töltény. Jó, és akkor megyünk tovább. Szóval eléggé meglepődtem, mert nem is hittem volna, hogy hol fogok jutni majd ilyen sok-sok út után, ilyen kacskaringó sok-sok út után. Egyébként most a szobor belsejébe megyünk fölfelé. Hopp, itt is van cucc. Ezt is fölvesszük. Úgy. No. Ez most a szárnyas lény, amit hallunk egyébként. Ezzel nem kell foglalkozni. Ez már nem fog tudni bennünket bántani. És megérkeztünk ahhoz a kis amulethez, a Scarabeus amulethez, amit az játék legelején mutattam. Fölvesszük, és ezzel kinyílik az ajtó. És most kell nagyon ügyesnek lennünk, mert itt aztán van mindenféle lény. Nem is kevés. És ezek elég erősek. Úgyhogy gyors töltünk HP-t, mert nem akarok itt kipurcanni. Jó, egy mínusz, van még kettő. Az egyik egy lovas egyébként, ami elég sokat tud sebezni, meg van itt egy ilyen kis ugrabugra. Hú, oké, ez kettő megvolt, gyors töltünk megint HP-t. És akkor jön az utolsó, a lovas. Ami elég erősen tud sebezni, hú vagy. Ajaj, ezek már lő bennünket. Megpróbáljuk kikerülni így a lövéseit. Dögölj már meg! Na! Ez az! Yes!
Hát gyerekek, ez meg volt, azért töltünk HP-t, mert még fogunk harcolni. De most a kicsi is elég. Jó, és akkor a Scarabeus szépen behelyezzük végre a zárjába. Egymás mellett volt a kettő végig, de mégsem tudtuk eddig ugye megszerezni. Ilyen sok-sok út kellett hozzá. Na, a rács fölemelkedett. Van egy csomag, ezt fölveszem. Óvatosan, nem akarok lecsúszni itt, mert ezt nem tudok visszamászni. Sőt, volt mellett egy magnum lőszer, és akkor itt szépen lemegyünk. Úgy. No. Itt mászunk be, igen. És itt ismét előjön a manus. I still got a pain in my Na. brain from you. And it's telling me funny ideas now, like to shoot Hung you vagy. to hell. Á, mögöttem. Jó, ez gyorsan lelőjük, ez nem lesz túl erős. Hát eddig bírta, főleg ilyen magnummal. Hát nincs nála semmi, de itt ki van nyifanva. Na jó van gyerekek, elérkeztünk igazából a pálya végéhez. Na, Csabinyó, valamerre menjél. Köszi. Jó, oké. Szóval elérkeztünk a pálya végéhez, hiszen megszereztük a Szion szentélyében ezt a kis Szion-t. És ezzel véget is ért a pálya. Kemény 21 perc, 3 másodpercet mentünk. Egyetlen secret volt a pályán, amit nem találtunk meg, és egyébként megmondom őszintén, még soha nem találtam meg ezen a pályán a secretet. Tehát sokszor kijátszottam ezt a játékot, de még nem találtam meg. Úgyhogy most se volt meg, nem baj. Megöltem 12 lényt, és 25 ilyen cuccot vettem föl a földről. Úgyhogy ennyi volt ez a pálya. A következő Natla bányái nevezetű pálya lesz, teljesen más kategória lesz már, mint az eddigiek voltak. Kicsit átmegyünk ilyen modernebb környezetbe, úgyhogy majd ott fogunk találkozni legközelebb egy hét múlva körülbelül. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Az ki van nyílva, akkor most annyi a dolgunk, hogy szépen visszaugrunk arra a kőoszlopra. Egyébként átugorhatnánk erre a kis kinyúló peremre is, de nem úgy tesszük meg, hanem átugrunk szépen ide. Le a f***ba is, meghalunk! Majd oda. És leesünk. Áááá! Már repül is, ott jön. A kis aranyos drága. Jaj, de jó! Húha! Hopp, a k***ba élete!